20 millió forintra csökkenteni az alkoholok jövedéki biztosítékát Lázár János. A napelemek mellett a szélerőművek és a hőszivattyúk fő alkatrészei után is jöhet a termékdíj. Hogy jutott Rogán kezébe egy még ki nem adott ászjelentés, ezt kérdezi Juhász Péter. Valószínűleg nem terrorcselekmény miatt zuhant le az Air Asia járata még december végén. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7:30. 20 millió forintra csökkenteni az alkoholok jövedéki biztosítékát Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter és parlamenti államtitkára L. Simon László. A jövedéki törvényt az elmúlt időszakban többször módosították. Tavaly úgy döntött a parlament, hogy a sör, a bor, a pezsgő eladásánál a jövedéki biztosíték összegét 150 millió forintra emelik. Majd ezen változtattak úgy, hogy a nettó árbevétel alapján sávosan állapították meg a biztosítékot. Ezután a miniszterelnökség azt közölte, hogy nem támogatják a sávos rendszert. Lázár és L. Simon most arra hivatkozik, hogy a jövedéki biztosíték emelése nem segíti elő a gazdaság fehérítését, és a kisebb vállalkozók kiszorulhatnak a piacról. A napelemekre kivetett adó mellett a szélerőművek és a hőszivattyúk fő alkatrészei után is termékdíjat kell majd fizetni. A Fidesz volt környezetvédelmi államtitkára szerint legalábbis ezt is tartalmaz egy beterjesztett tervezet. Illés Zoltán a Népszabadságnak azt mondta a második Orbán kormányról, hogy nagy lehetősége lehetett volna a viszonyok konszolidálására, de most inkább úgy látszik, hogy bele fog fulladni a hozzáértés hiányába, a tények figyelmen kívül hagyásába és a mérhetetlen mohóságba. Az LMP szerint már egyetlen család sem mentesül a büntetőadó alól, ha környezetkímélő megoldásokkal szeretne energiát termelni. Márciustól emelkednek jelentősen a devizában eladósodott autóhitelesek terhei a svájci frank erősödése miatt. Nekik nem nyújt olyan segítséget a kormány, mint amilyet a lakáshiteleseknek. Ahogy Orbán Viktor mondta, a kabinet legfeljebb közvetítő szerepre vállalkozik. Eddig is volt úgynevezett pénzügyi békéltető testület, de több bank nem volt hajlandó egyeztetni az autóhitelesekkel. 31 ezer forinttal kezdtük mi havonta a havi törlesztést, utána mindig följebb ment, 34-38, a vége 52 is volt. És soha nem lesz vége ennek az egész dolognak. Golcs Ferdinánd 6 éven keresztül törlesztett, de 2013 áprilisában elege lett. Ezért nem fizette tovább az autóhitel részleteit. A vállalkozó azt mondja, hogy már a családja megélhetése került veszélybe. Felháborította az is, hogy az 1 millió 800 ezer forintért megvett autóért már a felvett hitel kétszeresét, azaz 3 millió forintot kifizetett a bankjának. Golcs Ferdinánd ugye most a bíróságon van. A bank az úgy tárgyalt velem, hogy kiküldte a papírt, hogy én tartozok még 485 ezer forinttal. Semmiféle tárgyalási megoldásban nem volt ő hajlandó. És egy ilyen közvetítő segítene önnek? Nekem nem. Nekem nem kell, mert tudom, hogy ez a pénz, amit ők követelnek, ez jogtalan. Tehát a dupláját visszafizettem én már az autónak, illetve az összegnek, amit adott nekem a bank. Azokat, akik viszont még fizetni tudják az autóhitelüket, márciustól kellemetlen meglepetés érheti. Ha valaki 2008-ban vette fel a devizahitelét, és mondjuk akkor 50 ezer forint körül volt a havi törlesztő részlete, az most 96 800 forintot fog fizetni, tehát 84%-kal többet, mint 6 évvel ezelőtt. Akinek pedig 2013 végén csak nem 75 ezer forint volt a havi törlesztő részlete, annak 30%-kal több pénzt kell majd átutalnia. A miniszterelnök szerint a svájci frank erősödése után a bankoknak és a hitelfelvevőknek kell egymással tárgyalniuk. A kormánynak itt mediátor, közvetítő, segítő szerepe lehet, semmiképpen sem úgy döntő. Erdős Éva, aki pénzügyi mediátor, örül Orbán Viktor kijelentésének, és azt várja, hogy a kormány kijelöljön egy központi mediátort. A szakértő szerint az egyik legnagyobb gond, hogy vannak olyan pénzintézetek, amelyek eddig sem voltak hajlandóak az egyeztetésre, és az ügyfelek kizárólag peres úton érhettek el bármi könnyítést. Jellemzően az autósoknál, akik felvették a hitelüket, az induló törlesztő részlet, az elszámolást követően is a megemelkedett árfolyam hatására több mint a duplája lesz. Az egyeztetések ezek a békéltető testületénél is voltak olyan bankok, ahol sikeres volt, de nagyon soknál nem, ezért elképzelhetőnek tartom azt, hogy itt is csak egy új törvényi rendelet hozná a megoldást a számukra.
Az autóhitelesek már tavaly januárban is tüntettek, mint mondták, a hitelezői uzsora kamatok miatt. Petíciót is átadtak, amelyben elfogadhatatlannak minősítették, hogy csak az adósok viseljék a pluszterheket. Kerestünk több pénzintézetet és a bankszövetséget is, de nem akartak nyilatkozni. Nem indul Simicska Lajos a veszprémi időközi választáson. A veszprémi jegyző Mohos Gábor szerint Simicska nevében senki sem gyűjtött aláírásokat, még az ajánló íveket sem vették fel. Az Index megkérdezte a Közgéptől, hogy Simicska szándékai komolyak voltak-e, vagy októberben csak nyomást akart gyakorolni a kormányra. De a Közgép szóvivője nem tudott válaszolni a kérdéseikre. A határidő lejártáig egyébként a korábban nyilvántartásba vett 9 jelölt mellett további 20 adta le az aláírásgyűjtő íveket. A terrorizmusnál aggasztóbb a bevándorlás Magyarországon. Ezt mondta az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának fideszes elnöke. Kósa Lajos úgy fogalmazott, Magyarország terrorfenyegetettsége az Európai Unió átlagának felel meg, vagy az alatt van. Az ellenzék szerint a kormány összemossa a terrorizmust a bevándorlókkal, és Orbán Viktor most nem tesz mást, mint új ellenségképet gyárt. Nem értettem, amit ma kérdezett. Természetesen biztos nem fogják elkerülni a klasszikus mondatot, hogy Gyurcsány hibás. Már az ülés előtt megálltak a politikusok az újságírók előtt. De nem csak őket hívták meg, eljött a Terror Elhárítási Központ főigazgatója, illetve más rendészeti vezető is. A tervezetnél órákkal tovább tartott az ülés, végül megszületett az eredmény. A Magyarországot illető terrorfenyegetettség az az Európai Unió átlag alatti. A rendészeti bizottság fideszes elnöke szerint nem a terrorfenyegetettség a probléma, hanem a bevándorlás. Kósa Lajos szerint ugyanis az elmúlt 3 évben meghússzorozódott a Magyarországra érkező menedéket kérők száma. A 40 ezernél több menedéket kérők közül csak mintegy 500 kapott egyébként nemzetközi védelmet, ugye ez a, amikor menekült státusz kap, tehát a többi ember az gazdasági okokból jön Magyarországra, megélhetési menekült. A bevándorlása bármilyen kapcsolatban álló terrorfenyegetettség, közvetlen terrorfenyegetettség nincs. A bizottság szocialista alelnöke szerint az ülésen kiderült, bármit is mond a miniszterelnök a bevándorlókról és a jogszabályok szigorításáról, mindez egyedül nem fog menni. Nincsenek egyéni utak, és semmiféle sikerrel kecsegtető egyéni szigorítás, vagy éppen liberalizáció sehova nem fog vezetni. Ezen a kontinensen együtt sírunk, vagy együtt nevetünk, ezért mindenféle megoldást csak Európa összes tagállamában összehangoltan lehet és érdemes megtenni. A DK szerint elvileg biztonságpolitikai kérdésekről kellett volna beszélni az ülésen, de inkább a bevándorlókat bűnbakká tevő miniszterelnöki mondanivalót akarták alátámasztani a kormánypárti politikusok. A demokratikus koalíció ezt a fajta magatartást csoportok, népcsoportok kollektív bűnösségtételét, vagy éppen gazdaságjogból elmenekülő csoportok bűnösségtételét ezt elfogadhatatlannak tartja. A Jobbik szerint bár nincs potenciális terrorveszély Magyarországon, a bevándorlók növekvő számát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha ők úgy döntenének, hogy Magyarország bármely pontján szeretnének elkövetni valamilyen terrorcselekményt, azt meg tudjuk-e akadályozni, jó eséllyel nem. A jobbikos politikus szerint akár az Európai Unióval szemben is el kell érni bizonyos jogszabályváltoztatásokat, elsősorban a menekült táborok ügyében. A téma kapcsán egyébként hamarosan a Start vendége lesz, Szabó Tímea, a PM társelnöke. Juhász Péter felszólította Rogán Antalt, a Fidesz frakcióvezetőjét és a számvevőszék elnökét, Domokos Lászlót, hogy adjanak magyarázatot arra, hogyan került Rogán Antalhoz az ÁSZ eddig nyilvánosságra nem hozott jelentése. Juhász Péter Domokos Lászlótól még október elején azt kérte, hogy ismertessék meg a közvéleménnyel az 5. kerületi önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló jelentését. Az ÁSZ elnöke azt ígérte az Együtt politikusának, hogy a jelentés csak az év végére készül el. De a dokumentum azóta sem nyilvános. Juhász Péter ezért arra kíváncsi, hogy a Fidesz frakció vezetője hogyan láthatta a jelentést. Rogán Antal ugyanis egy tegnapi interjújában arról beszélt, hogy ő már ismeri a tervezetet. A kormányzati bankpolitikát az urimori és az oligarha mentés jellemzi, ezt mondta Szabó Zsolt, a Párbeszéd Magyarországért önkormányzati képviselője. A politikus a Töröcske Istvánhoz kötődő Széchenyi Bank állami megvásárlását bírálva kijelentette, ideje lenne a lemondott bankár körmére nézni.
Érdekes lenne megtudni, hogy milyen csontvázakat hagyott az államadósság kezelőközpontban. A PM gyanúja szerint Töröcskei valószínűleg részese volt az államadóság 2013. decemberi kozmetikázásának, és a párt szerint köze van az általuk offshore ügyletnek tekintett letelepedési kötvényhez is. Megvizsgálnák azt is, hogy a magánnyugdíj elherdálásával milyen veszteségek érték a magyar államot. Mi nagyon szívesen segítünk, adunk tippeket a most kinevezett új vezetőnek, azonban látva a kormány eddigi politikáját, sokkal valószínűbb, hogy hátradőlnek, rágyújtanak egy szivarra, kérnek még egy kávét, és nézik, ahogy a közpénz az oligarchákhoz vándorol továbbra is. Mindmáig nem kapta meg a KEHI vizsgálat eredményét az Ökotárs Alapítvány. Ezt az igazgató Móra Veronika közölte, aki szerint az sem világos, hogy tart-e még egyáltalán az ellenőrzés. Közben a NAV adóvizsgálatot kezdeményezett két olyan szervezetnél is, amelyek részesültek a norvég civil alaptámogatásából. Móra Veronika úgy látja, a jéghegy csúcsa, ami eddig az Ökotárs Alapítvánnyal történt. A továbbiakban sem szeretnénk szó nélkül tűrni az ellenünk irányuló támadásokat. Tavaly április végén nevezte először Szélhámos Gittegyletnek a miniszterelnökség egyik vezetője a norvég civil alapot kezelő szervezeteket. 4 hónap elteltével nyomozók szállták meg váratlanul az Ökotárs irodáját. Az igazgató Móra Veronika szerint szimbolikus, ami az alapítvánnyal történt. A magyar civil szektor, vagy legalábbis annak egy része ellen indított támadásnak a csúcsa, és itt nem csak és nem kizárólag rólunk, erről a 4 alapítványról van szó, hanem a civil szervezeteknek egy jóval szélesebb köréről. Jó és rossz civilekre osztja fel a kormányzat a szervezeteket Móra Veronika szerint. A rosszak számára riasztó jövőkép sejlik fel, különösen a miniszterelnök egy decemberi nyilatkozatának tükrében. Orbán Viktor abban a civil szervezetek kötelező regisztrációjáról beszélt. Olyan országoknak a gyakorlata rémlik föl, mint Azerbajdzsán, Pakisztán vagy Szudán. A regisztráció Móra Veronika szerint a teljes ellehetetlenüléshez vezet. Egy ilyen szabályozás esetén nincs szükség arra egyébként, hogy betiltsanak egy szervezetet így keményen adminisztratív eszközök, vagy kemény eszközökkel, hanem egész egyszerűen maguk az adminisztratív terhek, amiket rárónak a szervezetekre, azok fognak a működésnek az ellehetetlenüléséhez vezetni. Móra Veronika azt mondta, továbbra sem lesznek passzív szemlélői és elszenvedői a támadásoknak. Minden rágalmazást jogi útra terelnek. Még februárban kiosztják az új pályázat nyertesei között a norvég alap általuk kezelt összegeit, a teljes projekt pedig 2016 áprilisában zárul. Valószínűleg nem terrorcselekmény miatt zuhant le az Air Asia járata még december végén. A pilóta fülkében rögzített beszélgetések egy részének meghallgatása után az indonéz szakemberek azt állítják, nincsenek arra utaló jelek, hogy terroristák lettek volna a gépen. A pilóta csak azzal volt elfoglalva, hogy a rossz idő miatt kézben tartsa a gépet. A becsapódás előtti utolsó percek hangfelvételeit még technikailag meg kell tisztítani ahhoz, hogy a beszélgetések teljes jegyzőkönyvét el tudják készíteni. Az előzetes jelentés várhatóan a jövő hét elejére készül el. Megérkezett Magyarországra az új amerikai nagykövet, Colin Bell, akit a repülőtéren Magyar Levente külügyi államtitkár fogadott. A magyar külügyminiszter nagy reményeket fűz a nagykövet érkezéséhez. Colin Bradley Bell, akinek nagyköveti kinevezését tavaly decemberben szavazta meg az amerikai szenátus, nem nyilatkozott a sajtónak. Az amerikai diplomáciai képviselet vezetője szerdán adja át megbízó levelét a köztársasági elnöknek. Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön este fogadja vacsorán. Utasa vette fel, hogyan rohan szalagkorlátnak és fordul árokba az a Lamborghini sportkocsi, amelyik a videó szerint 330-szal száguldott az M7-esen. A felvételt a rendőrség most hozta nyilvánosságra. Ez egy Lamborghini Huracán a Rivieren. A modellt 2014-ben mutatták be, az 1422 kg tömegű autót egy 610 lóerős V10-es motor gyorsítja 0-ról 100-ra 3,2 másodperc alatt, és 10 alatt a 200 km/órás sebességet is könnyedén eléri. A végsebessége 325 felett van.
Ez pedig már egy másik Lamborghini Huracán, tavaly szeptemberben az M7-esen. Utasa telefonnal felvette, hogyan gyorsul. Dübörgött a motor, egy idő után már a műszerfalat is érdemes volt mutatni, 330 felett is száguldottak, de nem sokáig. Egy idő után elkezdett rázkodni az autó, a sofőr aztán elvesztette uralmát az autó irányítása felett, a menetirányra szerinti bal, majd a jobb oldali szalagkorlátnak ütközött, lesodródott az úttestről és az árokba csapódott, majd felborult. A baleset után a sofőr csodával határos módon kimászott a járműből és kimentette utasát a roncsból. Így nézett ki a kocsi a baleset után, kigyulladt és a felismerhetetlenségig leégett. A balesetben a Lamborghini utasa 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülés szenvedett. A sofőrt a rendőrök szabadlábon hagyása mellett közúti veszélyeztetés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Még magamhoz térek, eddig a híradó hírei, most indul a Start Rónai Egonnal és vendégeivel. Szervusz Egon, jó reggelt kívánok! Hát milyen témájuk felvételek voltak, de ennyire gyorsan nem száguldunk majd előre. Viszont fontos dolgokról beszélgetünk, az innovációról, mert egy program támogatja ezt majd, méghozzá a versenyképes és nemzeti innovációt. Érkezik ennek szakértője, Lucsai Olá Zsanett és Csepregi Nándor, a helyettes államtitkár a miniszterelnökségtől. Ez egy ilyen széleskörű összefogás. Éppen ezért beszélünk ilyen széles körben majd róla. Aztán szót ejtünk arról, hogy a baloldali pártok nekiveselkedtek a rezsicsökkentésnek, legalábbis a követeléseknek mindenféleképpen. Ez ügyben érkezik majd a DK alelnöke. Beszélünk arról majd, hogy megélhetésiek-e azok a bevándorlók vagy kivándorlók, akik Magyarországot hagyják el és mennek el egy másik országba jobb lehetőségek reményében, és minek tekinthetjük őket, hogyha itt hagynak minket, és minek nézik őket ott. Szabó Tíme, a PM társelnöke jön, aztán beszélünk majd a 330 ezer devizahitelesről, azokról, akiknek nincs mentőprogramjuk, és akikkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank tegnap délután azt a közleményt adta ki, hogy az ő megmentésükre alig ha van esély, legfeljebb, ha gyorsan megpróbálják kifizetni a tartozásukat. Hát így kezdjük, aztán majd lesz híradó is. Köszönjük szépen, sokakat érint, tehát az első órának a tartalmai, és 7:30-kor pedig ismét híradóval jelentkezünk, most tehát indul a Start. Köszönöm figyelmüket, további jó reggelt kívánok!